Az évféli mise lezárja az adventet, feloldja a karácsonyi bőtöt és bevezeti az egész ünnepkört. Az évféli misét más néven a ragyogó fényesség miatt aranyos misének, valamint a Jézus születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. A néphitben az évfél a szellemek, a hazajáró lelkek és kísértetek ideje, amelyhez különös képzetek és hiedelmek fűződnek. A szokások szerint az évféli misére vitték el a lucaszéket, hogy ráállva felismerjék a boszorkányokat. Az évféli mise körül kialakult szokás és hitvilág tele van bőség és termékenység motívumokkal, illetve a hiedelmek szerint az évféli misén a legalkalmasabb Isten áldását, segítségét és oltalmát kérni. Székesfehérváron a karácsonyi évféli misét Spányi Antal megyés püspök celebrálta a Szent István Székesegyházban. Jézusban beteljesedett Isten ígérete, róla beszéltek a proféták, nem hagyva kialudni a hitet az emberek szívében. Őt várták nemzedékeken keresztül, és 2000 éve megszületett és magára vette bűneinket, hogy minket megváltson, mondta Spányi Antal. Adja az Úr hát mindnyájunknak, hogy megtapasztalva Isten szeretetét, egyre inkább járjunk az ő útján, megtapasztalva az ő közelségét, egyre inkább adjuk neki az életünket, és Istennek adott életünkkel öleljük magunkhoz embertársainkat, engedjük, hogy minden gyengeséget, rosszat, önzést helyettünk, szívünkben a szeretet töltsön ki, és így építsük azt az országot, amelyet Jézus hozott el közénk, a szeretet és béke országát.